That's it, Mila. With Mundos? Urbán? Jó, jól érzed magad? Mi van neked most? Lepkéd? Na, jó szórakozás, neked is meg annyi napig. Ja. De azt figyelj csak, az eperka babának nagyon nagy fejet kell rajzolni, és neked csak ide kell, meg ide, és akkor helyette mit rajzol? Legyen zsiráf, mint tegnap. Lepkét, az lesz a jó, ugye. Hogy hívnak nagylány? Nézzél rám, légy szíves! Lara, nézd csak oda! Lara! Szégyelős! Maradj csak itt, álljatok! Nem mozog! Mozog, nem tudom festeni! Nekünk csak picikek, én vagyok picikkel. Gratulálok a türelméhez! Köszönjük! Ügyesek, mindegy! Aztán mi van? A párnát kerül. De szerintem Nagyon jó. Ez kicsoda, ez a kislány? Te vagy a masztika? Mit fogtok itt csinálni? Tudod, a Zsuzsa is ilyen volt. Mindent ki akart próbálni. Mindent megcsinált. A fia már nem volt ennyire bátor vagy türelmes. A csajok hamarabb kipróbálnak mindent. Ez teljesen normális dolog. Igen. Fiúk később, igen. Úgyhogy... Ezt mondják. Az mi lesz, amit rajzolsz? Fiában. Virág? Jó. Arcodat ne válj, mert akkor elkenél. A legnagyobb engem meg az élet. Ki körbe látod, milyen szép virágon az arcod? Milyen szarat olvasod, hogy én elnézni? Vigyázz, ki ne jöjjön az. Masztika. Masztika? Nagyon szép nevezem. Én a Nőszika vagyok. Mit csinálunk? Mit készítesz? Virágot rajzolom azt. Virágot? Szivárvány! Ó, de ügyes itt valaki! Segíthet
te? Nem bírod a vágót? Nem. És nézni nézhetek? Nem. Akkor csak hallgatom, ahogy csinálod, jó? Gyerek át oda. Örülsz a Gyuszikának, hogy meglátogatod? Nem. Nem? Zavar téged a rajzba? A festésnél zavar? Ó, te szégyenlős vagy. Akkor elmegyek, jó? Nem bántalom. Itt hagy téged a Gyuszi. Adok egy puszit, jó? Hogy légy jó lány. Szervusz, Gyuszika, szervusz! De aranyos vagy. De jó, szia! Mi is megyünk enni, ebédelni. Otthon már tedd bele szépen az esetet, jó? Jó, otthon a testet. Otthon befejezzük, jó? Lesz ide betesszük. Köszönöm szépen!